Szóval ez a gombászás nálam úgy jött, hogy marhára szerettek a természetbe kószálni. Nyilván még mindig eléggé amatőrnek is nagy fenntartásokkal mondanám magamat. Igyekszem koncentrálni azoknak a gombáknak a leszedése, amelyeket tökéletesen összetéveszthetetlennek gondolok. Éppen ma egy elképesztően nagy laskagomba kolóniát találtam egy lábon száradt nyárfán. Hát ez nem lehet összekeverni a késői laskagombát semmivel. A mi vidékünkön még itt az ártéri erdőben még egy ilyen gomba van, szezonálisan az korábbi jóval. Ez a sárga géva gomba. Elképesztő volt az idei felhozatal. Nem csak ezekből a fajtákból. Találtam idén lila pereszkét is, azt is nehéz összekeverni. Azt össze lehet azért, de azért nehéz. Nyilván a szokásos nagy őzlábat, és egyébként ez, erről csak zárójában annyit, hogy ilyen kezdő amatőr gombászok szeretik nagy déredúra mondani, hogy hát az őzlábgombát azt nem lehet összekeverni. Hát persze az őzlábgombát nem lehet összekeverni, csak hogy az őzlábgombának van vagy 20 fajtája legalább, vagy 20 alfajjal itt csak, amiből mondjuk ugye a fele mérgező, a negyedet pedig halálosan mérgező, tehát azért azokat érdemes bevizsgáltatni mindenkit arra sarkallók. Szerda, péntek, szombat nyitástól 12-ig a Marstéri piac nagycsarnokának a végében nagyon kedves gombaszakértő fog nektek véleményt mondani a gombákról, meg is tanít, vagy tanítgat is, hogy lehet ellenőrizni illat alapján, vagy hát szag alapján ezeket a fajokat, úgyhogy én mindenkit arra sarkallok, hogy kivéve, ami nem 100%-osan biztos, azokat vizsgáltassa be, mert eléggé pórul lehet járni. Lengyel Zoltán voltam, a Grand Café Small Talk vendégeként nyilatkoztam.